Napjainkig poros ódon intézményekként gondolunk a múzeumokra, kezdte a megnyitót dr. Berec Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója. Igyekeznek szakítani ezzel a szemlélettel és azzal a gyakorlattal is, hogy a bekerült tárgyakat hosszú időn keresztül a raktárakban tartják. Berec Mátyás úgy fogalmazott, akkor kell kiállítani a tárgyakat, leleteket, amikor aktuális. A múzeumokat dinamikusan fejlődő intézményeknek tartja. Az igazgató az egyik legintenzívebb területnek nevezte a régészetet. Arról is beszélt, ha nem lennének a nagy beruházások, a leletek a földben maradnának, esetleg illetéktelen kezekbe kerültek volna. Mindenki tudja a nézők közül, hogy a városban több helyütt is nagyon komoly beruházások folynak, a belvárosban, a múzeumban magában, tehát a várban. Az itt megtalált leletanyag ott szinte napról napra nyomon követte a sajtó, és úgy gondoltuk, hogy ezt a leletanyagot akkor kell bemutatni, amikor aktuális, és nem kell a régi szemléletnek megfelelően évekig esetleg raktárban tárolni. Plusz munkát ad a várnak a sérült műtárgyak kezelése, emelte ki az igazgató. Programot dolgoztak ki az évekkel ezelőtt gáztól károsodott műtárgyak restaurálására. Van keret már műtárgyvásárlásra, arról számolt be, az utóbbi 2-3 évben jelentős volt a műtárgyarapodás. A legfrissebbekből be is mutatnak néhányat a kiállításon. Amikor valami új létrejön, a múltunkat is megtaláljuk, ezt már Gál Judit, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke mondta. Nagyszerűnek látja, hogy ennyi érték van Egerben és a környékén, reméli, ezt hasznosítani is lehet. Az elmúlt években ez már a harmadik régészeti kiállítás, de a műtárgy lesen más, mint az eddigiek. Kincseket, kuriózumokat állítottak ki, mondta Domborócki László, a régészeti osztály vezetője. A kiállításon bemutatták a Zárkándi bástya leleteit, a Dobótéren talált cserzőműhely, a várban végzett feltárásokról előkerült tárgyakat, az aranypénzeket. Látható a kiállításon 17 gárdonyi levél, 34 gárdonyival kapcsolatos dokumentum is.